Nocsák, hola amigos és chicas, itt vagyok újra hosszú idő után az első mexikói vloggal, illetve tartalommal. És amivel kezdem ezt a videót, az egy kis hirdetés, reklám, de a ti célotokat, érdekeiteket, tehát nektek lesz jó, 45% érkezik szeptember 6-án hétfőn, rengeteg termékre, minden ruhára, csomó tápkiegészítőre, tényleg, egyszerűen menjetek le a leírásba, ott van a link, amin ezt használni tudjátok, 45% az eddigi legnagyobb, tehát semmiféleképp se hagyjátok ki, és halljunk is bele a videóba, na, hol is kezdjem, az utolsó info az volt, hogy ugye felszálltunk a második gépre, na, az leszállt. Reptéren tulajdonképpen semmi gond nem volt, nagyon jó kis fogadtatásban volt részünk, ki kellett tölteni egy ilyen űrlapot, aztán elég könnyen megtaláltuk a transferünket, és az elvitt a hotelba. Ott minden gond nélkül becsekkoltunk, és kiléptünk, megláttuk ezt a gyönyörű szép udvart a hotelben. No, a problémák ott kezdődtek, mikor átvettük a szobát. Tehát lefoglaltuk a gyönyörű szép Superior Plus szobát kertre néző kilátással. Erre oda mentük, és ez fogadott minket. És én gondolkoztam, hogy mondom, erre gondolják az, hogy ez a kert, vagy mi, és gondoltam, hogy ugye jól csőbe húztak minket, ugye, hogy ezeknél a leírásoknál szokott lenni. Minden esetre itt már kicsit felhúztuk magunkat, hozzá kell tenni, iszonyan fáradtak voltunk emberek. Ezen a ponton, amikor megérkeztünk Mexikóba, már vagy 40 órája nem aludtam. Én a nagy gépen sem tudtam aludni, mert olyan kicsike volt a hely, és nem tudtam kényelmesen elhelyezni magam úgy, hogy 10 percnél többet aludni tudjak, tehát csak fokozódott ez a fáradtság, és mert odaértünk, már teljesen készen voltunk, aztán csak azon voltunk, hogy jól van, menjünk le a partra, nézzük meg, kicsit lazuljunk el. Megérkeztünk a partra, gyönyörű szép fehér homok, pálmafák, tényleg benéztünk messzire az óceánba, szép kék, aztán kicsit közelebb értünk, és BAM! Mondom, tesó, mi ez? Rögtön megcsapta az orromat ez a büdös, rothadt, hínár féleségnek a szaga. Halmokban állt a parton mindenhol ez a szargaszum, és egyszerűen olyan szomorúság és egyben dű fogott el minket, mert főként azért választottuk ezt a hotelt, mert úgy hallottuk, hogy ennek a partja szép, tiszta. Na most ezzel szemben emberek, nem volt az. Minden esetre jól van. Túltettük magunkat az ügyön, vagyis hát nem igazán. Jó, kitalálunk valamit rá este. Megfordult a fejünkben, hogy hotelt váltunk. Alexa kitalálta, hogy ő hirtelen terhes lett, és nem bírja ezt a szagot, stb. Minden esetre iszonyúan éhesek voltunk, és erre megoldást kellett találni. Megkérdeztük gyorsan a recepciónál. Mondták, hogy menjünk be a Fifth Avenue-ra. Az tulajdonképpen Playa del Carmen király utcája, ahol a legkirályabb üzletek vannak. Louis Vuitton... Nem tudok több ilyen nagy nevet. Mennyire gáz. Minden esetre ott van a lepszövegáros is, akinél tesztot tudsz venni, meg trend. Mindegy. Oda akartunk elmenni. Hívtunk egy taxit, mondtuk neki, hogy nem is taxit hívtunk. Azt mondta, hogy fölösleges taxit hívni, sétáljunk el, nincs olyan messze. Úgy néz ki a helyzet. Itt van a hotelunk, ugye? The Reef, Playa Car. Fickó elővett egy ilyen kis térképet, papírra lerajzolva. Azt mondja, jó van, lementek a partra, itt elsétáltok, ugye? Végig, bum, itt van a Fifth Avenue, ami valóban egy 15 perces séta, nincs is vele semmi gond, azt nem vettük figyelembe, hogy már 40 órája nem aludtunk, botránkoztatóan idegesek voltunk, és hogyha itt is megnézitek, végig látjátok ezt? Ez itt mindaz az alga-szerűség, amit szargaszumnak hívnak, itt is ugye hegyekben áll végig a parton, hol több van, hol kevesebb van. Minden esetre mi hulla fáradtan, idegesen, kopogó gyomorral nekivágtunk, sétáltunk. Na képzeljétek el, egy nagyon szerelmes, boldog párt, akik sétálnak a tengerparton. Eközben ott voltunk mi, rendesen így. Szerintem itt valahol, itt ilyen villák vannak végig. Meguntuk azt, hogy mi a parton sétálunk és teremet a cipőm. És én mondtam egy nagyon jó ötletet, hogy menjünk ide be, sétáljunk itt tovább. Úgyis minden út a Király utcához vezet, hát bele fogunk botlani az éttermekbe. Na, bementünk ide a kis utcákba, és akkor jöttünk erre,
És a vége az lett, hogy egy zsákutcába kikötöttünk, ahonnan nem volt tovább, kerítés volt mindenhol, itt meg ugye magánterületek. Mindenesetre elrondultunk vissza, és itt, ezen a sarkon, itt állt egy ember. Egy ilyen emberkek. Úgy képzeljétek el, hogy ilyen tipikus mexikói munkás volt, kis bozót vágóval a kezében, minden izé, állt a sarkon, melós ruhába, és így ránk néz. Taxi? Ah, oh, Isten küldött téged, ember, hívjál valakit. És akkor fölvette a telefont, bum. Két perc szóval megjelent a taxi, mondjuk neki, hogy vigyen be a sétáló utcába. Angolul beszéltünk vele, nyilván nem értette, mondtuk neki, hogy étterem, ahol sok étterem van, oda vigyél, papi. Sok étterem. Jó, minket az emberke kihozott ide, itt valahol, ezen az utcán itt kijöttünk, és hozott minket erre, ugye az éttermek felé. Mint láthatjátok, itt már kezdődnek az üzletek, mindenféle. Na de este volt, abszolút nem ismertük ki magunkat. Normál esetben, amikor mi besétáltunk, egész egyszerűen... Várjál. Igen, itt van a bejárata a nagy, hogy is mondjam, plázának, amilyen szabad tér, és akkor itt vannak ugye az üzletek, kicsit besétálsz, itt erre elmész, és akkor ott van a Király utca mindenféle üzlettel, meg a szteroidárus napszövegessel. Minden esetre mi... Nem állunk itt meg, hát az túl rövid fuvar lenne, hát alig jönne vele neki a kis pezócska, elhoz minket tovább, és még 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 tovább, még tovább, még mindig tovább, még mindig tovább, még mindig, még mindig, még mindig, és kikötöttünk itt, emberek. Tehát, hogy jött neki az, hogy a sétáló utca, ahol a sok étterem van, elhozzon ide? Na most itt nézzetek körül, itt tett le minket. Végül is ezen a helyen álltunk meg, Yum-Yum, ez egy ilyen ázsiai étterem volt. Nagyon jót kajáltunk, örültünk neki, hogy végre leülhettünk. Amíg nagyon fura volt ebben az étteremben, illetve mindenik másban, de nyilván az először, első alkalommal a legkínosabb. Tehát itt, Mexikóban, illetve Amerikában már sokkal előre haladottabbak az emberek, nem olyanok, mint Magyarországon. De azt leülsz az étteremben, megkérdezik, mit kérsz inni, kolazéró, jó, rendben, és letesznek egy QR kódot az asztalra. Egy ilyen kis kártyácskát. Eltelik kb. 10-15 perc, hagynak nyugodtan időt, mi addig meg ülünk tök hülyen, hogy mondom, hol van az étlap. Nem tudunk választani, és mondom, ennyi időt elpazarlunk erre, hát akkor legközelebb már simán fölvetni a rendelésünket, és mikor kihozza az italokat, stb. Minden esetre kihozzák az italt, látják, hogy hülyen nézünk, várnak még 5 percet, aztán visszajön megint a csaj, hogy mit kérünk enni. Mi nézünk rá bután, hogy hát még nem kaptunk étlapot, hol van az étlap, és akkor ő néz ránk bután, hogy ezek meg mit akarnak tőlem. Oda megy a másik csajhoz, és akkor gondoltuk, hogy talán nem ért angolul, vagy mi nem tudunk angolul, vagy fene tudja. Minden esetre visszajön a másik csaj, ő is mondja, hogy választottunk-e, már felveti a rendelést, és mondjuk, hogy hát nem kaptunk étlapot, és azt néz ránk furán, hogy ja, hogy fizikális étlapot szeretnétek. És akkor egymást nézünk Alexa, hogy te jó Isten, mekkora falusi parasztok vagyunk, mi te jó ég, hát ez a QR kód volt az étlap. Na de minden esetre itt voltunk estől sötétben, jöttek a kis robogósok, az emberek, tehát körülnéztem és mondom, ez itt a sétáló utca. Full gettónak nézett ki este. Az is, de nyilván nem erre vársz, mikor elmész egy üdülőbe, nem is ez lett volna normális, mert egyébként, hogy a kicsit okosabbak lettünk volna, lemész pár utcát és... Ja, itt van a Fifth Avenue, ugye? Tehát mi nem, megálltunk itt kint, ebben a kis gettóban, gettó utcában, Sikátorban, és itt ebédeltünk. Megkajáltunk, visszamentünk, tovább tervezgettük a kis szökésünket ebből a hotelből, hogy mit fogunk beadni nekik. Ennyi, ez volt az első este. Következő napon pedig már vlogoltam. Elmentünk egy nagyon jó kis kalandparkba, amit Xaretnek hívnak. Na, megmutatom a vlogot. No hát, amigos, gyönyörű szép programunk van mára. Itt vagyunk ebben a Xaret parkban. Ez egy, úgymond egy ilyen hatalmas nagy kalandpark. Most léptünk éppen be, úgyhogy egy darabig eltart, míg felfedezzük az egészet, és meglátjuk, hogy pontosan miket is lehet csinálni. Nagyjából így néz ki a téma, ami most valahol itt vagyunk. Minden esetre ez itt az egész park. Itt láthatjátok, tényleg valami hatalmas... Már magam előtt látom, hogy egy nap 30-szor eltévedünk, és talán soha nem jutunk ki ebből a kis dzsungelből, de talán nem is akkora baj, mert tényleg gyönyörű az egész. Na hát, amigos, itt vagyunk az öltözőben. Áthozzuk a fürdőruhát. Már teljes harci felszerelésben vagyunk, felkaptam a kis rózsaszín mentőmellényemet, ugyanis egy nagyon király helyre megyünk most. Ebben a kis folyóban, ami ott végigmegy lent, ebbe fogunk úszni, na most pont nem látszik.
és ezt megköveteli a rózsaszín mentő mellé. Itt már permeteznek be minket, hogy egészen nedvesen menjünk az akcióba. Csak jó. Azt nézzétek, emberek! Valami eszméletlen. Most kiértünk a barlangból, kb. 15 perc úszás után, és egy ilyen fél barlangba folytatjuk az utunkat. Ezt szerintem még ezt véletlen, mert baromi jól néz ki. De egy pillanatra kijöttünk a vízből, egy kicsit megmelegedjünk, tényleg ott a barlangokban iszonyúan hideg volt az egész, és most megtaláltuk a tengerpartot. Eljött a kajaidő emberek, most egy ilyen nagyon jó kis helyet találtunk a parton, egy ilyen kis tető alatt vagyunk a hűvösben, és nézzétek, a csávó nem szarakodott rögtön. Idehozta nekünk a menüt, elég korrekt módon. Láthatjátok, a mai ebéd egy kis csirkés fajita. Vannak ezek az alkatrészek, és akkor nekünk kell becsomagolgatni ezekbe a kis tortillapokba. Adunk egy próbát ennek a nagyon gagyi, félkézzel összerakott első fajitának. De az ízek nem hazudnak. Még hogy ilyen amatőr módon is tettem össze, egyszerűen brutális. Van ennek a parknak egy ilyen gyönyörű szép kis tenger szakasza is. Most ide jöttünk le így karja után, kicsit süttetjük a hasunkat, aztán megyünk tovább felfedezni. Albino teknős. Hallott, jelölt, jelölt. Adja pacsit. Növényevő cápa? Van olyan. Nem cápának hívják, hanem ponytnak. Hatalmas ez a park, és valami milliószor eltévedtünk, és most se tudom, hogy éppen... És itt vagyunk egy ilyen hatalmas nagy függőhidon, és mellettünk meg ilyen nagy szakadék van, minden... Hello! Hatalmas nagy szakadék biztosítja be azt, hogy nem mi legyünk az eledelek. Minden esetre gyönyörű szép állatok. Ott van, ott van, ott van! Lassan már úgy érzem, hogy ott egy fekete párduc, azt a mindenségit! Te robosztus állat, te! Egyelek meg! Azt a mindenit, de gyönyörű állat, te jó ég, de megsimogatnám. Mondjuk biztos ő is engemet. Szia! Szia, babám! Hello! Lassan úgy érzem, hogy elmehetnék a National Geographic-nak a műsorába forgatni ilyen kis filmeket. Én biztos nagyon élvezném, meg az állatok is, mert lenne kajájuk. Símbolo de la Unidad de Libertad Nacional! Sí, señor! Fuerte el aplauso! Sí, señor! Sí, señor! Ez a park igazából ennyi volt. Itt nincs csak olyan nagy attrakciók, itt inkább látnivalók vannak, nézelődni való park. Nézd, ott van a maja leizélve, így már nem is tűnik olyan veszélyesnek. De itt voltak ezek a maják beöltözve, ilyen harci öltözetbe. Kb. 10 méter széles az út, de inkább átmentem a másik felére, mert mondom, ez kitépje a szívemet és megeszi itt helybe. De így, hogy le vannak vetközve, így már rögtön nem tűnnek annyira veszélyesnek ezek az emberek. Szóval, nekünk már ennyi volt ez a program, mert iszonyatosan éhesek vagyunk, és nem akarjuk lekésni a hotelben a kaját. Fontosabb ez annál, mint hogy lássunk ilyen kulturális örökségeket Mexikóból, nem, mert ezért jöttünk, fontosabb, hogy benyomjak egy jó kis burítót így estére.
Nagyon élveztük ezt a parkot, de azt kell mondjam, hogy közel sem használtuk ki azt, amit ez nyújtani tudott volna, hiszen ez a park leginkább ezt a kultúrát ismerteti meg veled. Rengeteg műsoruk is van, amik inkább este indulnak, amikről mi ugye leléptünk a kajálás miatt. Nagyon éhesek voltunk, szeretünk enni emberek, minden esetre ezt egy kicsit bánom, hogy ez kimaradt. De beálltunk a sorba, azt mondták, hogy kb. Egy óra várakozási idő, mire bemehetsz megnézni a következő műsort, és tényleg hihetetlen meleg volt, folyt rólunk a víz, nagyon éhesek voltunk, tehát így ezt kihagytuk estére. Minden esetre ettől függetlenül is nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tényleg hihetetlen volt ez a park, nagyon nagy területen helyezkedett el, gyönyörű szép zöld volt, érdekes állatokkal. De mégis számunkra a fő attrakció, amiért igazából legjobban oda szerettünk volna menni, az ez a csenotében, ezekben a kis patakokban való úszás, tényleg rengeteg útvonal volt, hihetetlen hosszan elnyúlottak ezek a dolgok, és gyönyörű szép helyeken úszhattál át. Ez minden bizonnyal egy maradandó élmény marad mindkettőnknek. Hát a mai napon felfedezésre indulunk, vagyis hát nem igazán, csak a kalandparkot hívják Explore-nak, ahova megyünk. Nagyon király kötélpályáik vannak, ilyen kis autók, amikkel lehet menni, mindenféle folyó, amilyen barlangokba megy. Így csúszkálnak már fölöttünk az zipline-on, megvan a teljes felszerelés nekem is. De mint láthatjátok, ez a park is hatalmas, tehát az, hogy eltévedünk, nem kérdés a mai napon. Nem is tudom, hol kezdjük, annyi rengeteg jó program van. Szerintem csak úgy random elindulunk valamerre, és akkor, amit éppen látunk, arra felszállunk. Mint egy jó kis fűnyíró traktor, olyan ez! Ami még nagyon durva, hogy a belépőd mellé ingyen büfé jár, ingyen piával, ingyen kajával egész nap, amíg csak itt vagy, úgyhogy ja. Most így megálltam egy tálnál, és igazából kicsit büszkés vagyok magamra, mert úgy érzem, hogy lassan-lassan sikerül levetkőznem ezt a jó magyar mentalitást, hogyha ingyen van, akkor annyit kell lennem, hogy belénk fér, sőt még többet is. Ha egyszer kifizettem, akkor minél többet tegyek meg, nem? Gyere, baby! Ja. Hát itt vagyunk az utolsó mozgó függőhídon. Alexa fél. Minden esetre most megyünk fel a legmagasabb ilyen kötélpályára. Oh.
Ennyi volt, emberek! Most biztos lesz a cipő. Lejöttünk egy ilyen kis barlangrendszerbe, így denevérek repkednek körülöttünk, és most egy ilyen föld alatti folyóban fogunk úszni. Tudik, valaki alá nyújtak. Brutál jól néz ki, mint egy ilyen kis csepkő barlang, olyan ez az egész. Na most ilyen kis lapátunk van, és egy kis csónakban ülünk. Ezzel megyünk itt egy kis kört bent ebben a barlangban. Most úgy néz ki a dolog, hogy mindenkit összekötöttek mindenkivel, és egy ember húz végig. Inkább tökre erre számítottam, amikor meghaltam a rafting szót. Ja, minden esetre ez a park ennyi volt. Kicsit, azt kell mondjam, kicsit többet vártam tőle. Hatalmas nagy élmény volt, nagyon jók voltak a kötélpályák, de azon kívül igazából nem nagy durranás, mondjuk ezért is mentünk oda kipróbálni ezeket a jó kis kötélpályákat. Hozzá kell tenni, 11-től 5-ig van nyitva ez a park, utána kezdődik a Fuego, ami este zajlik, és sötétben van az egész, és ilyen lángok vannak mindenhol, fáklyák. Még nem értem, miért olyan jó kötélpályázni éjjel, mikor sötét van, és nem látod, hogy mekkora mélység van alatta, stb. Minden esetre ezért 5-ig maradhattunk ott, 11-kor nyit a park, és kb. Másfél órát álltunk sorban, mire bejutottunk. Aztán ugye autóztunk, mentünk a kötélpályára, tudom, hogy itt gyorsan lezajlott az egész, de míg végigéltünk ezen az egész rendszeren, szerintem 9 vagy 10 kötélpályán mentünk összesen, míg az utolsóhoz elértünk, és hihetetlen sorbanállások. Szerintem 3,5-4 óra volt, mire a legelejétől sorban álltunk a cuccokért, onnantól elértünk a végéig, tehát hihetetlen sok idő, és utána csak így gyorsan végigmentünk mindenen, de mint láthattátok, a többi nem volt olyan nagy durranás, de attól függetlenül tényleg gyönyörű szép volt, itt is hihetetlen barlangrendszerek vezettek el egyik helyről a másikra, ilyen csepkő barlangszerűségek, akkor ott bent is lehetett úszni, maga a park szintén hatalmas nagy területen helyezkedett el, zöld övezetben, nagyon jó kajákat adtak nekünk, bár nem volt időnk enni, nyilván ebben van a biznisz, de akkor is, ez is egy maradandó élmény, nagyon örülök, hogy itt voltam Alexával. És tulajdonképpen ennyi volt, remélem, hogy élveztétek ezt a videót. Még egyszer figyelmeztetlek titeket, nehogy elfelejtsétek a hétfőt. 45% ez 45. Hihetetlen sok. Minden esetre már mondtam, de nagyon remélem, hogy élveztétek a videót. Tudom, hogy ez most nem a tipikus edző, stb., de ez van. Én szeretném megosztani veletek az élményeimet, szeretném megosztani veletek ezeket a tök jó tapasztalatokat, és alig vártam, hogy elmeséljessem, és tényleg annyi minden van még, hogy el nem tudjátok képzelni. Azt hittétek, hogy ezek a kezdeti problémák voltak a legnagyobbak, de bár csak ennyi lett volna, mit meg nem adnék érte, ez lett volna a legnagyobb problémák itt a nyaralás során. Minden esetre ezt a videót itt most lezárom, és ja, beszámolók fognak még jönni. Igyekszem rövidre fogni, nem nagyon akarlak untatni veletek, titeket ezzel, de írjátok meg, mi a véleményetek róla, és a következő videóig is lehetek jók. Sziasztok!